Kedves nézőink, folytassuk is a délelőttöt, még az a német Emma testvérrel, a Szociális Testvérek Társaságának kerületi előjárójával, valamint Vízvárdi Rita testvérrel, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Köszöntjük a hallgató, nézőket. Ugye ez egy óriási kiemelt nap a Szociális Testvérek Társasága számára. Beszélgettünk itt már Angéla testvérrel az elmúlt néhány percben. Salkázi Sárának a személye, ez egy hihetetlen példa, nem csak a fiatalság számára, hanem az egész magyarság számára. Így van, és azt gondolom, hogy nekünk szociális testvéreknek olyan szempontból is fontos az ő személye, hogy az ő boldoggá avatásával kaptunk egy egyházi pecsétet arra, hogy a szociális testvéri életút az képes elvezetni az életszentségre, de talán nem csak nekünk, hanem tágabb körben is érdekes az ő személye. Éppen ma délelőtt a nézők, akik figyelemmel kísérték a tévéadását, már találkozhattak a Szabaduló Színház előadásával, amelyikben mai fiatalok számára jeleníti meg a rendező az ő életét, és hát bizony sokat tanulhatunk tőle, és ilyenkor emléknapján pedig valóban nyitva van az ég, és különleges kegyelmeket is azt hiszem elnyerhetünk az ő közbenjárására. Talán az egész magyarság számára, a szociális testvérek közül talán az ő személy az, aki a legismertebb, még akár a nem katolikus, nem keresztények számára is. Így van, az életáldozatán keresztül, meg ugye a boldog avatáson keresztül talán tényleg ő a legismertebb, sokan az ő nevével azonosítják a társaságot. És hát az a jó, hogy annyira modern, annyira mai kérdésekkel küzd, annyira a mai ember küzdelmeit küzdötte ő is végig. És hogy a Jóisten kegyelmet, ahogy befogadta és azt megélte, nagyon közel lehet a mai emberhez, és éppen ezért nagyon jó segítség és közbenjáró és példa talán a széles magyarság számára, nem csak nekünk. Most vasárnap hivatások vasárnapja volt, hogyha Boldog Salkázi testvérnek az életpéldáját nézzük, akkor azt látjuk, hogy sokan pont az ő életpéldáját látva választották egyébként a Szociális Testvérek Társaságát? A testvérek között is van olyan, igen, akit az ő boldoggá avatási ünnepén érintett meg úgy az Úristen meghívása, hogy belépett a társaságba. De hát azt gondolom, hogy Sára testvér hivatás keresésének az útja is nagyon hasonló a mai fiatalok hivatáskereső útjához. Nem volt már fiatal, amikor belépett a társaságba. Pont meg is említettük, hogy 30 éves korában ugye adta vissza a jegygyűrűt. Igen, és hát azért ez egy hosszú út és folyamat volt, amire ő a hivatásra eljutott, de akkor viszont akkora erővel ragadta meg őt az Úristen, hogy azt mondta, hogy nem tud más életet elképzelni, hiszen az igazi boldogság az Úristenhez való tartozás. Mi lehet akár a mostani nehézség? Ugye értelemszerűen igent mondani hivatás területén a Jóistennek az mindig azért legtöbb esetben egy elég komoly nehézség, akár lemondással jár. Akár most a fiatalok, a fiatal hölgyek tekintetében, mit jelented egy plusz kihívást? Ugye akárcsak a hivatáson túllépve is, egyáltalán megtalálni ma az utunkat az életbe, az egész más, mint ezelőtt 100-150-200 évvel, akkor sokkal meghatározottabb volt kinek az útja, ennek minden előnyével és hátrányával. Ma sokkal nehezebb, sokkal több a lehetőség, sokkal könnyebb elveszni a nagy kínálatban. Hát ez mindenképpen egy nehézség. De ahogy az Úristen akkor is meg tudott szólítani embereket, fiatalokat, úgy ezt ma is megteszi, és ma is nagyon sokan mondanak igent. Ezért is olyan nagyon szép Sára testvér példája is, meg a mai fiataloknak a példája is, hogy milyen erős tud lenni az a szerelem, ami odaköti az embert az őt megszólító Istenhez. Akkor és talán, ha még ehhez szabad kapcsolódni, hogy éppen ezért, mert a szeretet az, amelyik az embert elköteleződésre képesíti, ezért Sára testvér ma nem csak a hivatáskeresésben segít, hanem azt tapasztaljuk, különösen ezeken az imaesteken kapunk olyan visszajelzéseket, hogy például azoknak a fiatal pároknak, akik
gyermekáldást szeretnének, hogy nagyon sok olyan ima meghallgatásunk van, hogy az ő közbenjárását kérték, Sára testvér 9-et mondtak, és 9 hónap múlva megszületett a várva várt gyermek. Tehát, hogy ő az ember egész valójának tehát minden problémánkban segítségünkre tud lenni, hiszen átélte ugyanazokat a helyzeteket, amiket mi nem annyira nagyon távoli múltban, hanem igen, a múlt században. Akkor az ő emlékünnepe tulajdonképpen ünnep, és tulajdonképpen a hivatásoknak, a szociális testvér társaságába érkező jövendékeknek, és tulajdonképpen az ünnepe, őket is megünneplik akkor ezen a napon. Te, hogy Emma testvér mondta, ezen a napon nyitva van az ég, mindig a szentek ünnepein. Igen. Úgyhogy lehet imádkozni tényleg hivatásokért is. Egész évben foglalkozunk fiatalokkal, akik akár érdeklődnek irántunk, akár csak az útjukat keresik az életben. Tehát vannak programjaink az egész év során, nyáron is. De a mai nap, és ahogy Emma testvér mondta, tényleg a sok fiatal pár jön ezekre az imaestékre is. Közbenjárását kérni az életükhöz, akár gyermekáldásért, akár csak hogy segítsen nekik az életútjukon. Tehát, hogy tényleg ilyen szempontból nagyon egyetemes Sára testvérnek a küldetése. És igen, ha szabad azt hozzátenni, hogy ma, amikor egy ilyen pusztító háború dúl a határainkon túl, akkor a fiatal gyermeket váró párok, vagy a hivatásukat, útjukat kereső fiatalok mellett ez mindannyiunk számára egy lehetőség arra, hogy kérjük az ő közbenjárását, aki két világháborút megélt, és a második világháború idején éppen az üldözöttekért áldozta oda az életét, a gyengékért, a rászorulókért, és hát arra ad nekünk példát, hogy ilyen körülmények között is az életszentség útját válasszuk, ami nem nehéz, ami csak annyit jelent, hogy rálépünk a Krisztus követés útjára, és hogy oda szenteljük az életünket, odaadjuk az életünket valakinek, valakiért. Legyen az az Úristen, legyen az valakinek a házastársa, vagy legyenek azok a rászorulók, akiknek éppen segítőkezet nyújtunk. Igen. Úgy tűnik, hogy a magyarságban, mint hogy ott lenne ez a fajta segítség a menekültek felé, különösen akár most itt az ukrán helyzet kapcsán, de akár Salkázisára testvérnek is a példájából egyértelműen kiderül, ugye, aki zsidó menekülteket, egész konkrétan 100 menekültet is ugye az ő hozzá kapcsolnak, hogy hát legalább annyi biztosan az ő segítségével menekült meg. Talán most ebben a helyzetben, amikor itt vagyunk egy ilyen háborús helyzetben, mi az, amire szintén úgy emlékezhetünk, ugye Salkázi Sára testvérnek az élet példája, az a fajta bátorság, az a fajta én ezt akkor is végigviszem típusú karakter volt Sára testvér. Mi az, ami még pluszt adhat nekünk akár az ő személyiségére? Látjuk azt, hogy itt van egy olyan, aki forradalmárként is harcolt a rendszer ellen, fellépett bátran, de ugyanakkor segített is, mert bújtatni, mi az, ami még ott van esetleg, ami még az ő karizmája volt? Ha még mondhatok valamit, akkor én talán a szociális érzékenységét és a társadalmi kérdések iránti érdeklődését emelném ki, hiszen ő újságíró volt, és foglalkozott mindazokkal a problémákkal, amik az embereket személyesen érintették, vagy amik a társadalmat érintették, és aztán bekapcsolódott a Slagta Margit által indított világnézeti tanfolyamokba, és éppen ez a vonása az, ami miatt Bíboros úr, amikor a Salkaházi estéket elindította, ennek éppen holnap lesz egy következő előadása, akkor őt választotta ennek a névadójául, patronusául, hogy azokat a kérdéseket, amikkel ma is találkozunk, azokat az ő mondjuk így pártfogása alatt
tudjuk megtárgyalni. Holnap például, holnap este 6 órakor a Damjanich utca 50-ben Barsi Balázs atya tart előadást az ember megváltoztatására irányuló törekvésekről. Hát mi van aktuálisabb ma ennél a kérdésnél? Tehát és Sára testvér mindezekkel az embert egészen konkrétan érintő kérdésekkel komolyan foglalkozott. Akkor ezek az esték, ez a sorozat, előadás sorozat, tulajdonképpen mindig az adott felmerülő szociális társadalmi problémára próbál Sarkházi Sára testvér szemszögén keresztül, vagy szemüvegén keresztül válaszolni? Hogy vajon ő mit tett volna? Talán inkább úgy fogalmaznék, hogy azért is lett ő a névadója ezeknek az estéknek, mert hogy hasonló érzékenységgel próbálunk reagálni az időknek a jeleire, és olyan kérdéseket végigvenni, ami ma nagyon-nagyon aktuális. Sára testvér idejében is megvoltak azok a kérdések, amik akkor voltak égetőek, és ma is megvannak a mai kérdések, és ezekre ma kell megtalálnunk a választ. Ugye újságíró volt Sára testvér. Maga az, hogy a katolikus egyház ügy, és ekkor már azért bőven foglalkozott társadalmi-szociális kérdésekkel, ő ezekről egyébként tudott? Tehát, hogy tisztában volt akár a katolikus egyháznak a szociális társadalmi tanításával? Hogyne. Amikor a háború már itt volt a közelben, akkor például a testvérek azt csinálták, hogy a Szentatyának a háború ellenes leveleit, vagy ezzel kapcsolatos tanításait vették alapul, és ezzel járták az országot, mozikban filmeket vetítettek erről, és e köré építették fel a saját mondani valójukat is, csatlakozva az egyház tanításához. De hát más kérdésekben is igen, tehát ő a felvidéki magyarság volt és főképpen a fiataloknak volt egy olyan emblematikus személyisége, aki előadó körútjain Eszterházy Lujzával együttműködve nagyon sokféle aktuális az egyház tanításához kapcsolódó kérdésre próbált választ adni, akár a jegyes oktatás, akár a családok, akár más területen. Jó, holnap lesz a Salkaházi Sára esték. Tehát a mai napon, hogyha jól tudom, akkor az Öreg Imádás templomban szintén lesz egy esemény. Erről talán néhány mondatban még emlékezzünk meg. Este 6-kor lesz egy Szent Mise az Öreg Imádás templomban, és utána pedig egy ima este, aminél az ő közbenjárását kérjük. Kikinek az egyéni szándékaira, közösségi szándékokra, ez egy nagyon szép este szokott lenni. Bíboros úr tartja majd a Szent Misét, és utána pedig mindenkit várunk, hogy maradjon ott tovább imádkozni az oltári szentség jelenlétében, és az ő Sára testvér közbenjárását kérve az egyéni szándékaira. Imát lehet kérni egy személyes szándékokra, külön lesz erre is lehetőség, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. És hát még ott arra is van lehetőség, hogy Salkaházi Sára erekjéjéhez oda menni, és a papírra felírt ima szándékot oda egy kis kosárba belehelyezni. És akkor a holnapi este, ugye a Damjanich utca 50-ben, az is ugyanígy nyitott bárki számára? Igen. És az hánykor kezdődik ez a program? Az 6 órakor kezdődik, és hát lesz egy órás előadás, utána lesz lehetőség néhány kérdést is feltenni a témával kapcsolatban. Német Emma a testvérnek és Vízvár Lilit a testvérnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk. Köszönjük szépen.